A 2022-23-as évadban számos nehézséggel kellett szembenéznie a Nyíregyházi Múri Dzsigmond színháznak. A Covid-dal nehezített két évad után az idén az áram és a távhűdíjak emelése miatt kellett átszervezni a bemutatókat. A rendezvényen megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Bárányfrigyesről is. Emlékére a művés stúdió, a Bárány Frigyes stúdió nevet viseli majd. Kírják Róbert, a teátrum igazgatója elmondta, a legnagyobb közönség sikert a Spemelot, a Ma este megbukunk, és a Teljesen Idegenek című előadások aratták. A sikerek ellenére nem az az évad volt, amit korábban megálmodtak. Moridzsigon színház a 2022-23-as évadban azzal a nehézséggel küzdött, hogy két hónapig zárva kellett tartani a történelmi épületet. Ennek köszönhetően nem tudtunk olyan nézőszámot, illetve olyan előadásszámot produkálni, ahogy azt az évad elején elterveztük. Ennek ellenére az előző évadhoz képest minimális a visszaesés a, a nézők számában. Viszont a nyár folyamán, amikor még nem tudtuk, hogy be fog zárni a színház, és amikor értékesítettük a bérleteket, akkor egy 24 os emelkedéssel tudtunk számolni. Magyarul a kezdete az évadnak nagyon jól indult, utána viszont a bérletszünetes előadásokból adódóan nem tudtunk annyi előadást játszani, mint ahogy azt elterveztük. Horvát Illés, a színház művészeti vezetője elmondta, bravúros, hogy a nehezített körülmények ellenére megvalósulhatott az évad. A közönség a premierek sorában két olyan nagy zenés produkciót is láthatott, amit a Broadway után Nyiregyházán mutattak be először. Kovács Ferenc a város polgármesterek köszöntőjében elmondta, az intézmények közül a színház volt az, amely a legrövidebb ideig tartott zárva, és kiemelte, hogy a nehézségek felértékelték az előadásokat. Nyíregyháza város nívódiát I. és Ákos vehette át, aki a közönség szavazatai alapján a kelet színésze is megkapta. Engem tényleg meghat, hogy, hogy, a nézők ebben az évben rám szavaztak, vagy... vagy, vagy, vagy azt gondolják, hogy, hogy én vagyok az az ember, aki megértem, tőlük ezt a voksot. Az évad záról számos díjat átadtak. A társulat szavazatai alapján a Móricz díjat Tardáni elkapta, aki mindössze egy éve játszik Nyíregyházán. Hatalmas megtiszteltetés. Alapvetően az, hogy bizonyosságot nyert, hogy a befektetett munka, ami ebben az évadban nagyon számottevő volt, és, és és az alázat és a teherbírásnak egy olyan szintje, amit, amit már sokszor, sokszor határon mozgott. Én ezt, én ezt most azt gondolom, hogy meg tudtam lépni ebben az évadban. Csodálatos, és a legkülönféle éperadásokon keresztül tudtam közölni. Én ezt nagyon köszönöm a színháznak is, hogy ezt a lehetőséget biztosították, hogy mind a gyerekeknek, illetve középiskolásoknak és felnőtteknek egyaránt tudtam olyat mutatni. Illetve köszönöm nagyon a kollégáimnak akik úgy látták, hogy én erre a díjra euh, méltó vagyok. Szeptembertől a nagy klasszikusok évadával várják majd a nagy érdeműt. A bérletek megújítása és az új bérletek vásárlása már el is kezdődött.